ebbe kapaszkodva készüljenek ezek a laptopok, itt leírja a módszert, a kiírás, itt pedig itt vannak a linkek, ahol még rá tudnak keresni, hogy na. Tehát, hogy kapjanak egy kis ötletet. A 11. alkalommal meghirdetett Lázár Ervin országos anyanyelvi verseny első fordulójának kiírását mutatja Rajos Judit, a szekszárdi Garai János gimnázium igazgató helyettese. A két fordulóból álló csapatverseny idén Ady Endre halálának 100. évfordulója előtt tisztelegve a költő munkásságát helyezi középpontba. Az volt a törekvésünk, a magyar munkaközösségnek a törekvése, hogy egy kicsit kiszínezzük az anyanyelvi versenyeknek a palettáját, tehát megpróbáltunk új feladattípusokat becsempészni a versenynek a feladatsoraiba, mivel úgy gondoltuk, hogy talán ezeknek a nyelvészeti feladatoknak egy kicsit közelebb kellene kerülni a diákokhoz, a diákok érdeklődéséhez, és hát ennek a növekvő igénynek igyekeztünk megfelelni ezzel a versennyel. A korábbi évekhez hasonlóan tényleg idén is nagyon szép számmal jelentkeztek a csapatok erre a versenyre, hiszen itt egy csapatversenyről van szó. Ebből úgy gondolom leszűrhetjük a következtetést, hogy célba találtunk, tehát a gyerekek, a diákok felkapják a fejüket a versenyre, jelentkeznek, hát természetesen változó létszám, ahol egy kicsit kisebb az érdeklődés, hol nagyobb az érdeklődés. Tavaly például ugye baka évforduló volt, tehát az anyanyelvi verseny feladatai között több szerepelt Baka István költésze költő nyelvéhez, mert ugye nyilván itt is a nyelvészeten van a hangsúly, stilisztikán, nyelvészeten van a hangsúly, tehát a feladatok jó részt hozzákapcsolódtak. Volt már, hogy a 2006-ban elhunyt író Lázár Ervin a verseny névadójára is megemlékeztek, ekkor az ő művei kerültek bemutatásra. Az ő munkásságában, az ő írói munkásságában olyan szépen felfedezhetők azok a nyelvészeti törekvések, amire mi is törekszünk lényegében a verseny során, tehát hogy rendkívül kreatív volt az ő írói nyelvét, ha valaki egy kicsit közelebbről megismeri, olvasgatja, nem csak gyerekeknek szóló meséket például, hihetetlenül kreatív az írói nyelve, játékosság van benne, és hát lényegében mi is ezt tartjuk fő törekvésünknek ennél a versenynél. A feladattípusokról elmondható, hogy a kreativitást, tehát az anyanyelvi kreativitást helyezzük középpontba, illetve nagyon fontos az is, hogy ezek a feladatok játékosak legyenek, hiszen a célközönség az a középiskolás korosztály, tehát a 14-18-19 éves középiskolások, nekik hirdetjük a versenyt. Lényegében iskolatípustól függetlenül, tehát erre jelentkezhetnek gimnazisták, szakiskolások szabadon, bátran, és mivel a feladatok nem szorosan, közvetlenül a tananyaghoz kötődnek, ezért azt tapasztaljuk, hogy bizony más iskolatípusokból is bátran jelentkeznek a diákok. Idén például az első fordulónk már lefutott ősszel, októberben lezajlott az első forduló, erre már két feladatot megoldottak a jelentkező csapatok. Ilyen volt első feladatként a labbuk elkészítése is, ami egy modern, nemrég alkalmazott, de még csak az általános osztálynál használt módszer. Magyarra lefordítva a labbukot lapozónak vagy albumnak hívják. A labbuk olyan könyvet jelent, amit a tanuló maga készít el egy adott témakörben. Miközben elkészül a labbuk, már meg is tanulják a csapatok tagjai a témakör legfontosabb részeit. Ady Endre alap életrajzi adatait, mikor és hol született, hol tanult, de költészetének főbb állomásait, leghíresebb alkotásainak címét, keletkezési történeteit. A labbukokat postai úton kellett elküldeniük a szekszárdi gimnázium címére a csapatoknak, míg a második feladatot interneten továbbították. A másik feladat pedig az volt, hogy Ady Endre, mivel Ady évfordulónk van, ugye 2019-ben tematikus versenyt hirdettünk, és Ady költészetéhez kapcsolódó feladatok is bekerültek a versenybe. A második feladatban tehát Ady stilisztikáját kellett egy kicsit kutatniuk a gyerekeknek, és a folytatásban, a döntőben hasonlóan sokszínű és érdekes feladatok fogják várni a döntőbe jutottakat. 10 csapatot várunk majd az anyanyelvi versenyünk döntőjébe. A döntőben is várhatóan lesz olyan feladat, hogy
hogy a számítógépes ismereteiket, internet használatot is igénybe fogják venni majd a feladatok. Tehát tényleg igyekszünk a kor szellemének megfelelően modernizálni, újítani. Mivel itt egy anyanyelvi versenyről van szó, sőt, ugye az anyanyelvet, ahogy itt említettem az imént, Adinak a nevét, Lázár Ervinnek, Baka Istvánnak a nevét, anyanyelvi versenyünket igyekszünk minél szorosabban összefonni az irodalommal is, tehát az irodalmároknak a nyelvhasználatát is behozzuk, nem csak a hétköznapok nyelvhasználatát ebbe a versenybe. Természetesen a könyvjutalmak, illetve a könyvutalványok kerülnek első helyre a díjazásban. A labbukok a döntő ideje alatt ki lesznek állítva az iskola dísztermében, így a diákoknak lehetősége van egymás munkáit is szemügyre venni. A zsűri tagjai a Pécsi Tudományegyetem pedagógus képző karának oktatóiból fog állni, hiszen 2015 óta a két intézmény közösen szervezi meg a 9 és 12. évfolyamos középiskolásoknak szóló anyanyelvi versenyt. Február közepén a szekszárdi Garai János gimnáziumban kerül sor a csapatok megmérettetésére.